A Formula Student versenyen szerzett tudás és tapasztalat sokat jelenthet a jövőre nézve. Az itt szerzett ismereteket a későbbiekben akár már az űrkutatás területén is hasznosíthatják a Széchenyi Egyetem hallgatói. Az ország ugyanis november elejétől teljes jogú tagja az Európai űrügynökségnek. Ennek a kapcsolatnak pedig az egyetemi hallgatók is hasznát vehetik kutatásaik során. Ezért nem tudom megígérni minden hallgatónak, hogy akkor az ő a kísérleteit az űrben tudja majd folytatni, de pont aznak, hogy nagyszámú tehetséges fiatalt inspiráljunk olyan dolgokra, hogy feszegessék a határokat, tegyék fel újra és újra azokat a kérdéseket, és ebből tudunk egy innovációs ugrást megoldani. Tehát nem ugyanazt a technológiát finomítjuk még évtizedekig vagy évszázadokig, ami már korábban megvolt, hanem egy merész mozdulattal valami minőség új dolgot hozunk létre, és erre jó, nagyon jó az űrkutatás. Az ország eddig is részt vett a különböző nemzetközi programokban, de a jövőben még több lehetőség adódhat, akár a vállalkozók számára is. A nemzetközi ügynökség részére Magyarország 2016-ban 5 millió eurót fizet be a közös kasszába a tagságért, de ezt a magyar cégek pályázat útján vissza is kaphatják, ha bekapcsolódnak bármelyik űrprogramba. Győri államtitkárként pedig azon voltam, hogy ennek a nyitó rendezvénye, ennek a Magyarországi Szakmai Egyeztető Fórum sorozatnak a nyitó rendezvénye Győrben legyen, de természetesen megyünk Debrecenbe, megyünk Budapestre, és nagyon remélem, hogy a régi 50-es csapatcsoport mellett, akik részt vettek ebben a tevékenységben, tovább bővül azoknak a cégeknek a száma, akik részt vesznek valamilyen űrhöz kötődő programban, akár beszállítóként, vagy akár valami új elv, új alkalmazás, új gyakorlat meghonosításában. Mára több mint 50 kis és közepes vállalkozás és kutatóhely kapcsolódik valamilyen szinten az űrkutatáshoz. Ezek száma pedig várhatóan emelkedni fog a nemzetközi együttműködés hatására.